So for those who've expected an English language presentation, please check out the show notes and you will see the English version, the later English version of this. Szóval, hogy ezt most magyarul adom elő, és a téma, amiről beszélünk, ennek az a neve, hogy Personal SecOps. Egyszerűbben fogalmazva azoknak az ezt, tehát a mi saját IT, tehát a személyes IT környezetünknek a biztonságos használata, vagy azok a módszerek, amivel biztonságosan lehet használni az eszközöket. Én azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a saját kedvenc módszere, hogy ez hogyan érdemes csinálni. És az állításom, hogy összességében az lenne, hogy ezek alapvetően valamiféle előítéletekre épülnek sokszor, vagy legtöbbször, mert hogy mi, mint használók, általában nem vagyunk pontosan képben azzal kapcsolatban, hogy az eszközök, az alkalmazások, vagy a módszerek azok belülről hogyan néznek ki, és ez vonatkozik akár a hackerekre is, akik lehetnek specialisták webalkalmazás hackelésben, de nem feltétlenül mondjuk egy mobil platform security-ben, és akkor ráhagyatkozunk valami fajta autoritásokra. Tehát az állításom az az, hogy sokszor ez az autoritásoknak a mondásaira épül, hogy miben hiszünk, hogy az Android a biztonságosabb, vagy az iOS a biztonságosabb, és így tovább. Mint ahogy a meghirdetésben szerepelt, egyébként ezt az egészet röviden le lehet zárni, és ezt Tomnak köszönhetjük ezt az állítást. Az állítás az az, hogy az ember vegyen egy iPhone-t, és vagy tehát akinek nincs, és azon kapcsolja be a lockdown módot, tehát akinek van iPhone-ja, az kapcsolja be a lockdown módot, amely egyszerűen a privacy settings-ben a legutolsó beállítás, és hát ez az én screenshotom, tehát nálam be van állítva, és három klikkeléssel ez beállítódik, és ezek után úgynevezett lockdown módban működik az iPhone-unk. Először kapunk egy ilyen eléggé elriasztó üzenethalmazt. Tehát azt mondja, hogy ez egy extrém és opcionális védelem, és csak akkor használjuk, hogyha valami, tehát hogyha célpontjai vagyunk egy szofisztikált kibertámadásnak. Most, hogy én használom egy ideje, én azt gondolom, hogy ez igazából gyanús, hogy miért van ez az üzenet, mert tulajdonképpen ez teljesen háziasszonyok számára is használható a módban hagyja a telefont, és vannak speciális dolgok, amik nem fognak működni, de alapvetően az alkalmazások pont ugyanúgy fognak működni, mint előtte. Tehát nem igaz, hogy ez egy extrém mód, és tulajdonképpen az sem igaz, hogy ez csak akkor kapcsol be, hogyha a valamilyen állami szereplőknek a támadásától félő aktivista vagy, és nem igaz, hogy a legtöbb embernek ez nem lenne jó. Az igaz, az az állítás, ami a képernyőn szerepel, hogy most people are never targeted by attacks of this nature, tehát igaz. Ez egy paranoid mód, de az nem igaz, hogy ezt kerülnünk kell. És az igaz, hogy some experiences will be completely unavailable, de én ilyennel nem találkoztam, tehát biztos igaz, én ilyennel, vagy hát, hogyha experience szónak az értelmezésétől van, mindjárt mondom, az, melyik experience-em nem működött, de egyébként viszont minden működik, kivéve a webes alkalmazások,
világában lesznek problémák. Ez érthető is, mivel hogy a WebView az az egyik legjobban kihasználható támadási felület a mobiltelefonoknál. Tehát ott, ahol leginkább meg lehet majd érezni a lockdown módnak a célbalás. Kérdésünk, megjegyzésünk van, akkor, vagy írjuk föl magunknak, és a végén kérdezzünk. Nem, rögtön. Balázs, te például szeretsz körbe közbeszólni, ez most abszolút welcome. Igen, Feka? Hogy azt vagy mondom, hogy két dolgot akartam ehhez, vagy jutott eszembe, ez ugyanolyan szerintem, mint ugye a Tor browsernél is, hogy letiltasz minden JavaScript-et, meg mindent, ott is azért tudod, hogy következményei lesznek annak, hogy a nagyon secure módot használod, tehát lemondasz funkcionitásról. Szerintem ezt azért írják ki, az tök jó, hogyha ezt te nem érzékelted, hogy ez bármit is visszavenne. Másrészt pedig szerintem azért akarják elvenni alapvetően a hétköznapi embereknek a kedvét ennek a használatától, mert lehet, hogy ez valamilyen ilyen általuk is monetizált ilyen cookie lófigyfené, tehát ilyen követést is talán limitál, tehát azt akarják, hogy akinek nincs félnivalója, az azért hadd legyen már monetizálható. De igen, tehát hogy lehet ilyen összeesküvést sejteni a háttérbe. Az is lehet, hogy ez egy tényleg hatékonyan működő módszer, és ugye a kommunikáció ellenére, ahol ezek a cégek beleértve Apple-t úgy állítják be, ahogy ők a kvázi az aktivisták oldalán vannak, ami nem igaz, a minden korporáció az állam oldalán lép föl, vagy legalábbis a saját állama a oldalán, tehát igen, tehát én inkább arra gondolok, hogy ez lehet, hogy egy effektív módszer, és megnehezíti mondjuk az államiaknak az egyébként rendelkezésre álló, nem is akarom rossz szóval jellemezni, tehát hogy amit az államiaknak meg kell tenni, ez megnehezíti, és hogy ezért nem. És azért próbálják ilyen retorikai szinten visszariasztani az embereket. Hogy elriasztani az embereket, hogy ezek ezt használják, és hát valóban a másik meg az, hogy a korporációknak az érdekel, hogy üzletet csináljanak a felhasználóból, és adott esetben ez megakadályozza. De hát itt csak találgathatunk. Egyébként, tehát amit mondtál, hogy ez a Torhoz hasonlóan nagyon bekorlátozza a webes élményt. Ez valójában tapasztalatom az, hogy legtöbb esetben a weboldalak működnek, de a weboldalakban lehetnek olyan kódok, amik triggerelik azt, hogy a böngészőben mégsem jelenjenek meg tartalmak, ami hát nyilván egy átlag felhasználó, vagy egy normális felhasználó számára nem egy elfogadható használati mód. Számomra balra vagytok, tehát azért nézegetek balra, amikor valakihez hozzászólok. Na, szóval, hogy ennek a lockdown módnak egy külön elég nagy beállító felülete az, hogy mely alkalmazásoknak tulajdonképpen valószínűleg a webviewját, vagy a webview működését akarjuk korlátozni, vagy nem. És alapból ezek enablálva vannak, mint látjuk, és nyilvánvalóan, hogyha itt kikapcsolnánk dolgokat, akkor bizonyos alkalmazások funkcionitása igencsak megsejlené, mert hogy elég gyakori, hogy a natív alkalmazásokban valamilyen funkcionitást azt
az WebView-val oldják meg, tehát valamilyen a harmadik, negyedik szinten lévő funkciót azt WebView-val oldják meg, mert ugye a WebView-s fejlesztés az cross-platform alapvetően, és így költségkímélő, hogy a WebView-t használnak. Tehát ez teljesen normális, hogy az alkalmazások WebView-t használnak, ez a mód, ez bántja a WebView-t. Tehát, hogy a valójában miért mondjuk azt, hogy egy iPhone az biztonságosabb, mert hogy klasszikusan az iPhone az egy olyan platform, amely úgymond security-vel készült, mert a security az egyik szempontja volt a dizájnnak, és az iPhone-ban van a Secure Enclave, ami egy tulajdonképpen egy külön processzor, amelyik kizárólag biztonsági funkciókkal foglalkozik, ilyet a legtöbb eszközben nem tapasztalunk, kivéve ha igen, mindjárt visszatérek, és tehát ezért ez az állítás, hogy az iPhone plus a lockdown mód, mert hogy az iPhone-t alapvetően egy más típusú vagy más biztonsági kategóriában tartozó hardware eszköznek tekintjük. Ez azért is van, mert hát a biztonság az sokszor kapcsolatos azzal, hogy mennyire van valami tesztelve. Az iPhone-ok a tesztelés szempontjából azért lehetnek jobban tesztelve, mert gyakorlatilag egy nagyon kevés variációból álló, nagyon sokat használt rendszerről van szó, természetesen egy olyan ökoszisztémában, mint az Android, ahol nagyon sok eszköz van, és nagyon sok gyártó, ott már nem gondolhatjuk azt, hogy a tesztelés az ehhez hasonló. Tehát az iOS, az iPhone-ról azért gondoljuk azt, hogy biztonságos, mert van benne egy nagyon kigondolt biztonságos hardware rész, amelynek központi eleme a Secure Enclave, amely tulajdonképpen egy kis számítógép, tehát hogyha az iPhone egy számítógép, akkor a Secure Enclave az a számítógép a számítógépen belül, amelyek ráadásul egy ilyen chipen lévő kvázi beégetett technológia. Tehát, hogy beavatkozni, főleg remote módon, az nagyon nehéz. Igen, de vajon az, hogyha azt mondjuk, hogy az iOS biztonságos minden, az mennyire korlátoz minket, és az állítás az nem feltétlenül sokat korlátoz, tehát az iPad vagy az iPhone az ilyen szempontból teljesen mindegy, és az iPad-en azért manapság már elérhető egy átlag felhasználó számára. Egy átlag felhasználó akár multitask King igényeit kielégítő több ablakos felhasználási mód. Tehát én azt mondanám, hogy az esetek 90%-ban ez le tudja fedni az emberek igényeit, legfeljebb nem fedi le az emberek szokásait. És visszatérve arra, hogy ez mennyire unikális az iPhone-ra nézve, igazából nem unikális, mert hogy egy Google Pixelben a technológia is viszonylag hasonló, ott egy szabványosabb hasonló megoldás van, hogy van egy biztonsággal foglalkozó kor, és hasonló típusú feladatok vannak rá kiosztva, mint az Apple-nél a Secure Enclave-ra. Erről viszont az androidos megoldásról kevesebbet tudunk, azt tudjuk, hogy a Pixelnél ez hogyan van használva, tudjuk, hogy a Samsung ezt használja a Knox megoldásában, és egyébként viszont erről nem fogunk találni leírást hogy a legtöbb Android telefonnál, és feltételezhető, hogy a legtöbb Android gyártó az
nem foglalkozik ezzel. Az Android világában is az ember megtalálhatja a hasonló, legalábbis vélt biztonságot, vélt chip alapú biztonságot, de erről többet kell egyedileg utána járnia, hogy ez most valójában kielégíti az igényét. És akkor itt visszacsatlakozunk arra, hogy akár hackerként is nem gyakran nem tudjuk azokat a részleteket, amelyek perdöntőek lennének azzal kapcsolatban, hogy mi biztonságos, mi nem. Tehát ráhagyatkozunk különböző előítéletekre. De egyébként viszont ugye Tom szerint itt a vége, tehát hogyha az volt a kérdés, hogy hogyan kell biztonságos személyes IT-t használni, akkor ez volt a biztonságos személyes IT-nak a 15 perces bemutatása. Tehát Balázs azzal az állítással kezdtük, hogy az iPhone-t kell használni, és lockdown módba kell tenni az iPhone-t, és akkor ezzel elérjük a piacon elérhető legbiztonságosabb személyes informatikai eszközt, vagy az iPad-et. De hát nem csak a telefont használjuk szerintem, nem? Tehát mi az a laptoppal, számítógépekkel? Hasonló tulajdonságai vannak az ARM alapú Mac-eknek. Én erről azért nem beszélnék, mert nem tudok erről ennyire egyértelmű dolgokat állítani, de azt tudjuk, hogy Apple Silicon, tehát az ARM-es MacBook, az nagyon hasonló architektúrára épül, mint a iPad, iPhone vonal. Tehát ezek a típusú biztonsági megoldások ott megfigyelhetők, vagy jelen vannak, ugyanakkor ott nem lehet ennyire strikt, tehát hogy ott ugyan le van korlátozva, hogy ott se lehetsz, tehát ameddig nem kézzel ezt nem oldod fel, és nem azt mondod, hogy minden kockázatot elfogadál, ott se lehetsz root azon a, tehát a Mac-es gépeken, de ugyanakkor egy desktop használata sokkal lazább, és ilyen szempontból tehát biztonságilag sokkal több kockázatot rejt, mint az a fajta sandboxolt működés, ami egy iPhone-on, iPad-en van. Tehát a desktopon ez per pillanat nem elfogadható a felhasználók számára, hogy ennyire sandboxolt legyen a desktopos használat. Szerintem tehát van egy ilyen praktikus körülmény, ami az én szemembe azért a technikai hasonlóság ellenére a MacBook-os biztonságot mégiscsak egy másik szintre helyezném. Egyébként tehát a MacBook-on is be lehet állítani a lockdown módot, sőt az Apple azt mondja, hogy a lockdown mód akkor az igazi, hogyha az összes Apple eszközöden egyszerre beállítottad. Az is van, hogy feltételezik, hogy tehát hogy az egy accountra vonatkozik, tehát hogy te accountod akkor van biztonságban, hogyha az összes eszközön a lockdown módban vannak, a lockdown mód be van kapcsolva. Eka, valamit ezzel kapcsolatban? Vagy? Valami, hát most... Nem tudom, tehát hogy megválaszoltam el az előkező kérdésedet, bocs, tehát hogy ez lett volna a kérdés. Ja, meg, csak jó lenne, hogyha a cím az, hogy Personal SecOps, akkor ez valahogy kitérne már eleve erre, tenne egy ilyen distinkciót, hogy mit értünk ez alatt, és nem egy kérdésre derül neki, hogy csak a telefont értjük personál alatt. Nem, ez egy tévedés. Tehát én most arra a kérdésre válaszoltam, hogy vajon mondjuk egy MacBook-nak a megbiztonsága, vagy biztonságossága az hol helyezkedik el, és erről nem tudok egyértelmű állítást tenni, de az volt az érvelésem, hogy a felhasználás
és igények annyira mások, hogy ez kevésbé biztonságossá teszi a MacBookot, hiába egyébként a technikai adottságok, vagy a feature-ök azok szinte megszólásig ugyanazok akár. Aha. Ezt értem, és már erre válaszul van egy javaslatom, hogy ez, hogy most jellemzően egy telefonos, tehát a personal SecOps alatt a telefonom és én IT környezetet értjük elsődlegesen, erre lehet, hogy Na, de kitérhetnél. nem értjük, ezért menjünk tovább. Tehát, oké. Okay. Tehát itt tennék egy megjegyzést, ezzel csak elhúzva a mai előadást, hogy ebben az egész biztonság témában fontos azt látni, hogy az iparág az úgy működik, hogy kockázatokat adunk el. Az olyan, mint a politika, tehát a politika is kockázatokat ad el, először első iterációban, és utána megoldásokat ad el a közönségnek. Tehát szerintem az ilyen biztonsági megoldások területén nagyon óvatosnak kell lenni, mert sokszor éppen azokra a fenyegetettségekre próbálunk reagálni, amihez úgymond ipari érdekek fűződnek, hogy mi ezekre oda figyeljünk. És arra kell gondolni, hogy mi vajon magunk mennyire vagyunk célpontok, vagy mennyire vagyunk fontosak, mert általában az ember ugye saját magának a legfontosabb lénye az univerzumban, de a támadás szempontjából ez valószínűleg nem így van. Ami még egy ilyen bevezetőképpen érdemes, ami a kép képernyőn van figyelembe venni, hogy például az IBM-nek van egy ilyen éves fenyegetettség indexe, a többi szó, ami kint van ezen a szlájdon, az nem igazán ránk vonatkozik, hanem kevésbé tájékozott emberek számára készült. Amit érdemes, ahol érdemes utána nézni, és visszatérek arra, amit Fekete mond, kérdeztél, hogy mi a szkópja ennek a Personal SecOps-nak. Tehát a Personal SecOps-nak, vagy tehát, hogy az én értelmezésemben is, vagy én is ma erről úgy beszélek, hogy nem csak a telefonos része az érdekes, tehát nem csak az, ami a testeden hordod, hanem természetesen a laptopos biztonság is, és az eszközök használata, tehát az alkalmazások használata, vagy a konfigurálása is valamennyire, vagy tehát ide tartozik, csak nem fogunk sokat beszélni erről ma. És ezeknek a guideline-jait, az például három forrásban lehet elkezdeni felszedni. Tehát az egyik ugye az IFF, akik hát aktivistákat támogatnak, de hogyha megnézzük azokat a tanácsokat, amiket ők adnak, akkor rögtön feltűnik, hogy ott az itt a világkép az, hogy azok, akik fenyegető vannak, azok a nyugati civilizációhoz képest kint lévő emberek, vagy a nem demokratikus kormányokkal szemben fellépő újságírók, aktivisták, stb. Tehát az ő elképzeléseik szerint mondjuk egy WhatsApp az egy olyan kommunikációs platform, amelyeknek a biztonságos beállítása a számodra, mint aktivista számára elég jelentős, megbízható platform tud lenni. No comment, csak tehát, hogy ennek van egy olyan világnézete ennek az IFF-nek, ami nem feltétlenül mindent átfedő, visszautalva ezek arra az állításodra, hogy akár a lockdown módot miért nem szeretné az Apple úgy reklámozni, hogy az elfogadhatóbb. Akkor nálunk Európában a németeknél van egy viszonylag sokszor hivatkozott állami előírás gyűjtemény biztonság szempontból, és ennek egy része a személyes eszköz használatot is érinti. Ennek a végleges dokumentumai sokszor, vagy szinte
majdnem mindig németül vannak, tehát nem feltétlenül mindenki számára, vagy számomra nem feltétlenül használható. És szerintem, hogyha tényleg szerteágazó, nagyon hasznosnak tűnő és professzionális útmutatást szeretnénk találni, akkor ezt az NSC-nél érdemes keresni. Tehát az ő security, cyber security guideline-aik, azok mindig frissítve vannak, és véleményem szerint elég hasznosak. És sokan hivatkoznak is rá, tehát az NSC-nél érdemes igazából utána nézni a részletesebb tanácsoknak. Én magam nem mutatkoztam be, tehát én az OWASP magyar chapternek a vezetője lennék, és ilyen minőségemben adok ma elő. Lenne egy pár, most már próbálok begyorsulni, hogy belátott időn belül végezzünk. Tehát az első javaslatom az az lenne, hogy ne pánikoljunk, hogy ne legyünk paranoidak, és hogy a biztonság az nem kell, tehát nem kell, hogy szorítson, nem kell nagyon szorítson, mert ez nem fog sokáig működni, hogyha olyan korlátokat vezetünk be, amik nem élhetőek, tehát hogy ez ne legyen olyan, mint hogyha egy diétán vennénk, amelyik csak nagyon rövid távon tartható. Az első tanács ebben az ügyben, tehát hogy a személyes biztonság ügyében, hogy magunkról kell, hogy legyen egy önképünk, tehát egy ilyen saját threat modellt ki kell alakítsunk, és itt a fő kérdés az az, hogy mi egy átlagember vagyunk, és az átlagember érő biztonsági kockázatok ellen akarunk védekezni, tehát például nem tudom, botok, ransomware, vagy pedig mi vagyunk valamilyen speciális Mr. and Mrs. célpont, valószínűleg nem vagyunk azok, tehát hogy nagyon. De ez van egy kérdésem, ugye ez az a baj, hogy ma lehet, hogy meg tud állapítani magadról, hogy te melyik vagy a két kategóriából, de azt nem tudod megállapítani, hogy mi lehetsz 5 év múlva. Márpedig, hogyha a mai kommunikációd az olyan, hogy most ebben a ilyen időben nem feltörhető, de rögzíthető, és nem jövőálló az a titkosítás, amit használsz, akkor már is az van, hogy aláásod a saját jövőbeli Mr. Madame Target szerepedet, vagy hogy mondják ezt, kompromittálod a saját jövőbeli szereplésedet azzal, hogy ma nem vagy elég secure. És ez azért elég gyakran így is szokott lenni, ugye? Tehát, hogy akár a politikusok, akár a közvetlenek. Kalendítős képek és a pornó színészkedés. Erre gondolsz? Igen, most nem éppen ma jutott eszembe egy 90-es évekbeli ugye, sportolói történet ezzel kapcsolatban. Igen, de ez egy olyan bölcsesség, amit csak azoknak érdemes mondani, akik tényleg ennyire tudatosan készítik magukat a jövőre. Nagyon érdekes egyébként, hogy vannak olyan szolgáltatások, hogy töröld le magadat az előzményedet az internetről. Elég mókás megoldások pont az ilyen szereplők számára, hogyha valamit elkövettek a múltban, és még időben észbe kapnak. Persze többkor sem sikerrel, mert nyilván internetre valami felkerül, akkor lehet, hogy végig ott marad, de vannak ilyenek, és egész hatékonyan működnek amúgy. Bár nyilván ezek nagyon drága dolgok, tehát nem ilyen átlag ember számára célzottak. Igen, tehát vannak ilyen szolgáltatások, de egyébként vannak ehhez kapcsolódó törvények, amelyek egyébként kényszerítik a nagyobb szereplőket, vagy a kisebbeket is, csak a kisebbekkel senki nem foglalkozik, tehát arra, hogyha én be tudom azt jelenteni, hogy én a múltamat nem szeretném, hogyha ez googlizható
lenne. Egész érdekes, hogy mondjuk a ChatGPT és hasonló a guberáló, a információ guberálás alapján felépült szolgáltatásuk esetében ez hogyan fog teljesülni. Igen, valahogy csak azt akartam hozzátenni, hogy egy egész érdekes, vagy egy érdekes módon ennek nem csak szolgáltatás, hanem ennek perma törvényi háttere is van, hogy jogod van a felejtésre. Ja, tehát, tudta volna. Köszönjük. Azt az egyes szolgáltatóknál külön kell gyakorolnod. Még ezek a szolgáltatások arra jók, hogy így körbe mennek az interneten gyakorlatilag, és a te nevedben megkeresik ezeket a helyeket, és elintézik neked. És ezért kérnek egy csomó pénzt. Igen. Igen. Tehát igen. Tehát, hogy, tehát itt vita nincs, kiegészítettük ugyanazt a témát, és hát ezzel kapcsolatban az én állításom, az alapállításom az az, hogy a személyes levelezésedben, vagy a céges levelezésedben, amit nem szánsz szélesebb körnek, ott is próbálj olyan szavakat használni, ami, hogyha véletlenül meghekkelnek, akkor se legyen, könnyen visszavonhatatlan volt. Tessék? Ez kereshető, egyrészt érdekes, igen. A másik az az, hogy, hogy vállalható legyen valamennyire. Tehát, hogy azt azért lehet tudjuk képzelni, hogy mi az, ami utólag vállalható cikiség, és mi az, ami vállalhatatlan. És tehát az én javaslatom az az lenne, hogy miközben szövegezed a leveleket, eközben gondolj arra, hogy valószínűleg van három opciód, és fogalmazhatsz úgy, hogy ez később ciki lesz, meg fogalmazhatsz úgy, hogy ez később nem lesz ciki, de gyakorlatilag a leveled szempontjából ugyanazt az eredményt értél el. Hát én ezt az okosságot tudnám még ehhez hozzátenni. És hogyha így el tudjuk képzelni azt, hogy a biztonság vagy biztonságban levésnek mi a horizontja, vagy mi a tehát, hogyha lineárisan képzeljük ezt el, és akkor az egyik oldalon az van, hogy ilyen teljesen stealth módban használunk eszközöket, a másik oldalon meg az van, hogy teljes mértékben elengedtük ezt a problémát, és elfogadtuk azt, hogy ezáltal hogy mi nem figyelünk oda a saját biztonságunkra, nyilvánvalóan könnyű prédai tudunk lenni annak, aki esetleg meg akar minket támadni. Ebből szempontból szerintem a fontos állítás az az, hogy könnyű prédának könnyű lenni. Stealth mód viszont gyakorlatilag nem létezik. Tehát mindenféleképpen sérelmes lesz a mi biztonságunk. Ezt így elengedem ezt a szlájdot, mert ezzel mi nem kerülünk most sokkal okosabb helyzetbe. Ezt is, mert hogy túl sok van rajta. Hát, hogy a második számú, tehát az első az, hogy ne legyél paranoid, akkor a második rule az az lenne, ami a leglényegesebb, hogy használjál egy megbízható gépet. Most ez ilyen értelemben lehet a laptopod, tehát hogy a laptopod is megbízható, meg a telefonod is megbízható, tehát igazából azok az eszközök, amikkel te úgy döntöttél, hogy ott viszont a védett információ biztonság szempontjából védett pozíciót szeretnél gyakorolni, hogy ez ott kezdődik, hogy az eszközöd az legyen rendben, az eszközöd megbízhatósága az egyrészt, hogy maga az eszköz az micsoda, tehát hogy a device, és az előbb már beszéltünk arról, hogy az iPhone az miért egy megbízhatóbb eszköz, mint a többi, és hát ez közfelfogás szerint is nem tudom, egy kínai telefon, úgynevezett kínai telefon az kevésbé tűnik megbízhatónak, már megint csak az a kérdés, hogy milyen kockázatok ellen védekezünk. A másik az az, hogy milyen az operációs rendszer, ez is és lényegtelen, persze sokszor a device meghatározza az operációs rendszert, tehát az egy kombó, és hát feltétlenül mindent frissíteni
kell. Tehát, hogy szerintem ezt nagyon ütni kell az emberek fejébe, hogy frissítés, frissítés. Persze ezt manapság már nem kell annyira erőltetni, valószínűleg legtöbben azt tudják. És hát, hogy ez, tehát az efforts az, hogy igen, tehát, hogy ezzel kapcsolatban, hogy neked tiszta legyen vagy megbízható és tiszta legyen a géped, ez azért megkíván némi erőfeszítést. Tehát kérdés az az, hogy hogyan tudjuk minimalizálni az erőfeszítést és kapni egy számunkra elfogadható biztonságos állapotot. Tehát el lehet jutni ilyen állapotba is, csak ha emlékszel, ez az én MacBookom, amelyik, vagy a Mac Minim, amit addig-addig tettem egyre biztonságosabbá, hogy szét kellett szerelni. Az erőfeszítésről beszélve, tehát sokszor nagyon kevés erőfeszítéssel is el lehet érni eredményeket, tehát hogyha egy Windows-os laptopon bekapcsoljuk a BitLockert, természetesen ezzel nem zárunk ki professzionális támadókat, de azért mindenkinek a támadási lehetőségeit eléggé korlátozzuk. Tehát egy ilyen pici dologgal, ami tulajdonképpen utána a használatosságot egyáltalán nem. Ez csak egy példa arra, hogy a használatosság korlátozása nélkül is lehet előlépést tenni. És a visszatérve arra, hogy mi van a scope-ban, mi nem, tehát most nézzük azt, hogy itt minden, tehát a desktop, laptop, mobil is scope-ban van, hogyha arról beszélünk, hogy az alap az a platform, tehát hogy vannak, tehát melyek azok a platformok, amelyek biztonságosak, és akkor is az alján ez a Secure by Design, tehát igazából a Secure by Design ez az iOS egy új iPhone-on, ezt ki is kellett volna emelni. Egy új Chromebook az is ebbe a kategóriába tartozik, tehát a Chrome OS-t is, vagy a Chromebookot is úgy tervezték, hogy ott az első lépést, tehát az első generációtól kezdve ez egy biztonságilag odafigyelő platform volt, és hát az Android egy Google Pixelen, amiről már ugye szó volt, hogy az is hasonló kategóriában játszik, ami tehát alulról fölfelé haladva, ami viszonylag, vagy majdnem biztonságos by design, tehát az én véleményem, hogy a macOS egy Apple szilikonos gépen, az nagyon sokban hasonlít egy iPhone-os biztonsághoz, de az említett, vagy ezt már kibeszéltük, vagy legalábbis tehát az én ki tudtam mondani a saját véleményemet, hogy itt a felhasználás, a desktopos felhasználás szabadságai azok nem teszik lehetővé, hogy ugyanazt a biztonsági fokozatot érjünk el egy MacBook-kal. De nem szeretnék ilyen Apple fanatikus lenni, tehát azt gondolom, hogy Windows is megfelelő, mint a Microsoft-os hardware-en. Valószínűleg a legtöbb kockázatot ki tud zárni nagyon professzionális módon. Egy prémium Samsung telefon Androidon ő is elég erős tud lenni biztonság szempontjából, és hát az én kedvencem az a Immutable Linux. Én most éppen egy olyan gépről megyek, ami egy Fedora Silverblue. Akit érdekel, hogy nézzetek utána, az Immutable Linux, azt szerintem az ilyen a szegény ember biztonsága, vagy akár egy korporatív biztonság szempontjából egy érdekes dolog. Na és akkor egyébként viszont a világ tele van kevésbé megbízható platformokkal, tehát egy Windows nem tud biztonságos lenni, mert millió egy vason van, különböző driverekkel ugyanez igaz az Androidra, és attól, hogy felteszünk egy Chrome OS Flex-et, a Chrome OS Flex az a Chrome-nak az a változata, amit bármilyen gépre föl lehet tenni. Egyébként, hogyha nem találkozhatok vele, akkor az egy nagyon jó ajánlat, hogyha van valamilyen régi gép, amelyik már kiszolgálta, vagy tehát, hogy már morálisan elavult, erre még hogyha ráteszünk egy Chrome OS Flex-et, a Flex itt a kulcsszó, akkor ez még egy egészen jól használható Chrome OS-es gépezet lesz. Igen.
Ugye, tehát amiről az előbb már beszéltem, tehát hogy az OS... Igen? Amikor köszi, nem tudtam, hogy ez így automatikus jelzésre is észreveszed, hogy a három... Visszhang. Na, akkor mégis csak visszhangzik, ha bekapcsolom a mikrofont. A fejemről biztos visszhangzottál, bocsánat. Szóval, hogy a lejárt update, tehát a end of life Apple termékeket hova helyeznéd el, vagy mennyi ideig gondolnád a középső részben, vagy egyáltalán gondolnád, hanem egyből a leggyengébb biztonságúnak gondolnád. Mert hogy még most ezzel szembesültem, nekem a MacBookom is end of life, már nem jön ki rá a macOS-nek frissítése, én úgy látom. Már a Chrome-nak sem jön ki újabb verziója rá, már a Spotify is abajgat, és az iPhone-om is most utasított el az NN, hogy ezentúl nem dolgozhatok róla, mert 16-os iOS a minimum, amit elvárnak. Tehát ez szerintem ez az a típusú probléma, amit egy ilyen általános hüvelykúj szabály szerint kell elintézni, mert hogy ebbe bele is áshatjuk magunkat, és megnézhetjük, hogy igen, tehát az azóta keletkezett update-ek, azok milyen típusú hibákat javítanak, mert ugye a biztonsági hibajavításoknak egy jelentős része az egy olyan, akármennyire is fontos hibának a javítása lehet, ami konkrétan a te esetedben semmiféle fenyegetettséget nem jelent. Tehát azt gondolom, hogy a valós életben lehet egy update-ek nélküli rendszer is alapvetően biztonságos, hogyha valami alapfunkciókban viszont biztonságos, tehát hogyha mondjuk, mit tudom én, kriptált tehát a whole disk encryption az mondjuk működik rajta, tehát hogy a nagy valószínűséggel az elmúlt, nem tudom, 5 év alatt nem sok részt találtak ilyen standard whole disk encryption megoldásokon, és a whole disk encryption, meg nem tudom, hogy jól működik a TPM modulja, és akkor a bootstrapping az biztonságos, tehát ami azt jelenti, hogy a gép bekapcsolásától kezdve végül is felügyelt az, hogy milyen szoftver kezd el a processzoron futni. Tehát sok olyan alapbiztonsági szempontban, amit akár egy ilyen morálisan elavult és update-eket nem kapó rendszer is tudhat teljesíteni, és azok a sérülékenységek, amik benne vannak, azok meg lehet, hogy a te esetedben nem számítanak, és akkor meg mi van. Tehát azt hiszem most a múlt héten volt, mert nem múlt héten hallottam, hogy hogy hívják ezt a Log4j-nek a rettenetes sérülékenysége ellenére ma a rendszereknek, tehát a régebbi rendszereknek a nem tudom, valami elképesztő része, az továbbra is a patch-ek nélkül fut, mert hogy tehát, és ez nem csak annak az esete valószínűleg, hogy nem figyelnek oda, hanem ez lehet egy racionális döntésnek az eredménye, azt mondani, hogy már nem nincsenek fejlesztők mögött a rendszer mögött, tehát akkor én nem fogom ezt frissíteni, mert hogy bevállalom azt a kockázatot, ami ezzel jár, vagy én jobban fel tudom mérni, hogy még ezzel a sérülékenységgel se. Tehát, hogy erről hosszasan lehetne beszélni, én nem szeretnék ennyire ilyen bigott lenni, hogy mindennek frissítve kell, hogy legyen, de egy általános hüvelykúj szabályként én azt mondanám, hogy minden legyen friss, mert akkor nem kell ezzel foglalkozni. Tehát azt a bizonyos effort részt, ezt vásárolod meg magadnak azzal, vagy vásárolod ki magadat az effortokból és a kockázatból, hogy hát ahogy az alaptanács szól, hogy legyen a legújabb iPhone-od, a legújabb, nem tudom, tehát a legújabb iPhone-od, a legújabb oprendszere, és ezzel te megoldottad ezt a problémát, mert megoldtad, hogy a telefonod számára, vagy a telefonos kockázataid számára jelentős mértékben megoldottad. Problémát letudtad, és akkor az idődet mással töltöd. Tehát ugye mi szeret... Bocs. Igen? Ha befejezted, akkor megkérdezem, hogy hozzászólhatok én is egy kicsit.
Hát szóljál hozzá most. Sik? Szóljál most. Ja, jó, oké. Csak azt akartam, hogy jelen, ezért szigorú bennék egyébként, bár hozzáteszem azt, hogy mindenkinek a saját threat modelljén múlik ez az egész, azzal én is egyetértek. Csak amit mondasz, de lemaradtál az elejéről, amikor azt mondtam, hogy az egész egyébként egy elítéletekre élő. Oké, okay. Ja, igen, ja, abszolút, igen. Szóval mindenkinek a saját threat modelljén múlik, de amit mondasz, hogy azt az effortot vásárolnak, hogy nem kell követni, az az effort gyakorlatilag lehetetlen. Tehát, hogy őszintén nem látom reálisnak azt, hogy valaki fel tudja mérni azt, hogy milyen biztonsági rések őre vonatkoznak, vagy sem. Úgyhogy én azt úgy gondolnám, hogy ez egy különböző pisztolygolyószámmal játszott orosz rulett igazából, ha szigorú leszek. Tehát, hogy azt is meg lehet nyerni. Tehát, hogy még hogyha egy rés van az orosz rulettben, egyetlen ugye a tárban egyetlen egy rés van, azt is meg lehet nyerni. Meg azt is meg lehet nyerni, hogyha majdnem az összes töltényhely üres, és csak egy töltény van benne. Ezt el kell dönteni, hogy ez mennyire zavar, vagy mondjuk az alulbiztosított ház, a másik ilyen példa, amire mondanám, hogy nem biztos, hogy bajod lesz, lehet, hogy soha nem ég le a házat, hogyha nem közbiztosítást égésre, tehát ez ilyen. De azért relatíve, durvális hangzik, relatíve olcsó még egy Apple körben is támogatott hardware-en maradni, nem a legújabbról beszélek, de támogatott hardware-en, főleg úgy, hogy az Apple régóta támogat hardware-eket, és a használt piacon azért lehet beszerezni dolgokat, de hát mindenkinek el kell dönteni tényleg, hogy milyen kockázatot vállal meg, de azért hazárírozásnak tartom a nem támogatott eszközök használatát. És, ja, befejezted? Tehát mondhatom? Jó. Tehát, hogy abszolút egyetértek, és egyébként tehát lehet az egészhez egy ilyen nihilista módon hozzáállni, hogy hát hogy visszanézve, tehát én magam visszanézve, hogy mennyi időt töltöttem a különböző ilyen kockázatoknak az elhárításával, és valószínűleg, hogy ezt az időt könyvolvasással töltöttem volna, akkor az sokkal hasznosabb lett volna, mert egy teljesen hipotetikus kockázatok elleni, tehát tulajdonképpen ilyen biztonság, esztétikai, kicsit a narcisszizmus világába tartozó időtöltés ez. Te nem ezt mondtad. Tehát, hogy tehát végül is, hogyha van pénzed, akkor tényleg próbáld meg a ilyen praktikus módon legkevesebb efforttal megoldani, és betartva esetet, hogy akkor legyen az a szabály, hogy igen, friss, tehát még támogatott legyen az eszköz, és bízd rá, mit tudom én, magadat az Apple-re, hogy majd a valamilyen frenetikus rést azt be fogja gyógyítani. Nekem van egy 8 évvel ezelőtti és az iPodom, és nem tudom, tavaly, aminek 12-es az utolsó iOS verzió, ami rámegy, azt hiszem, és érkezett hozzá valamilyen biztonsági frissítés egyszer csak. Tehát ilyen szempontból is azt lehet mondani. Most ezt pont tudom, egyébként igen, egy nagyon durva zero day-t találtak, amit muszáj voltak sűríteni visszamenőlegesen az iOS 12-ig, mert ugye az nagyon sok eszközt eldobott támogatását az iOS 13, ezért kiadták az iOS 12-re úgy, hogy hivatalosan elvileg nem volt támogatva, bár ezt ezeket tenni, hogy az Apple nem mond ilyet, hogy mennyit egy támogatja hivatalosan, sajnos. Uh-huh. Úgyhogy ez valóban egy meglepetés sűrítés volt az iOS 12-5-3, azt hiszem, nem vagyok teljesen biztos, de igen, ez egy vicces dolog. Bocsánat, azt akartam hozzászúrni, hogy az nagyon érdekes egyébként, hogy ez a drágább, néha olcsóbb szabály szerintem tökre igaz sajnos itt, hogy pedig nem vagyok nagy Apple fan, sőt. Egyet értek már előre, de is hogy, mondjad. Igen, hogy Androidon ez sokkal nehezebb betartani. Androidon egy ordas nagy szívás, ha mondhatok ilyet, ez a dolog, hogy támogatott eszközt használj, megveszed a sokszor a legdrágább, most ez javul azért az utóbbi időben, de megveszed a legdrágább mondjuk, na nem is Samsungot, mert a Samsung egész jól bírja ezeket, de mondjuk egy, tudom én, egy Huawei-t, vagy egy akár Nokia-t, és egy-két éven belül egyszerűen ott hagyják a támogatását. Hiába költöttél el több százezer forintot, és nincs támogatva. iOS-nél meg visszamenőlegesen támogatják 6-7 évig. Hát igen, és hogyha elképzeljük, hogy egyébként ez teljesen természetes, hogy a gyártók ezt ott hagyják ezt a dolgot, mert hát már rég eladtunk valamit,
Gyakorlatilag a feedback, meg semmilyen, nem tudom, reputációs kockázatunk nem fűződik hozzá, tehát egyszerűen messze menően racionális nem foglalkozni ezzel, tehát hogy ez valami hozzáadott motiváció kell, hogy legyen, hogy a gyártó foglalkozzon ezzel, és ez tényleg, tehát egy kezünkkel meg tudnánk számolni, hogy kik azok a gyártók, akik ezzel foglalkoznak, és akkor tehát ez az óra egy kicsit átalakult egy ilyen Apple fan klubba. Ahogy azt mondjuk, hogy az Apple az teljesíti ezeket az elvárásainkat egyelőre, mert ugye azt nem tudjuk, hogy esetleg hogyan romlik ez a jövőben. Tehát ugye a visszamenőleg azt tudjuk mondani, hogy ők voltak azok, akik ebben jól teljesítettek. Egyébként felteszem, hogy nem tudom, Pixel is jól teljesített ebben a... Igen, Samsung utóbbi időben a közép-felső kategóriától fölfelé és a Google Pixel szériájával, ami hasonló szintet tud elérni, az összes többi gyakorlatilag szekvezetélen nem gondolkozik hosszú távon. Most, hogy az új Pixel 8-asoknál van a 8 év támogatás elvileg, nyilván ez most még csak egy ígéret, meglátjuk, hogy be is tartják-e. Meg a Samsungoknál van a 4 plusz év, azt hiszem nem. Azok szerintem elég jók, tehát ilyen szempont. Ha a security szempont fontos számodra, akkor szerintem ezek közül érdemes választani iPhone telefon tekintetében Samsung, Android van a Samsung és a Google, vagy az iOS. Igen, és a Samsung, az Apple-nél még egy SE telefon is viszonylag sokáig fogja teljesíteni pont ugyanazokat a biztonsági feature-eket, amikről beszéltünk. Tehát az Apple esetében még az is fontos, ugye, hogy a legdrágább telefon az biztonsági szempontból kb. Ugyanazt tudja, mint a legolcsóbb. Na, de elég most már az Apple ajnározásából. Ez csak egy illusztráció, hogy hát akkor jönnek ezek az update-ek. De hogy egyébként, tehát mivel hogy nem csak telefonról van szó, mert a Chromebook is, ezt szeretném folyamatosan hangsúlyozni, hogy van még az informatikának az iránya a Chromebook, amelyik szintén folyamatosan frissíti magát, és hát azt hiszem, hogy ez is meglehetősen sokáig teszi. És ez az illusztráció viszont arról szól, hogy hát... valóban szüksége van az embernek egy Windows-os vagy Mac-es teljesítmény képes gépre abban a világban, ahol most már a legtöbb dolog a cloudból jön, tehát hogy a Chrome OS az ugye arról szól, hogy böngészőből érsz el mindent, tehát itt az illusztráció, tehát ez a Google-nak a hivatalos illusztráció, ahol az van, hogy a Photoshop is működik a böngészőben. Tehát, hogy a minket körülvevő embereknek, emberek, akik használják a Windows-os, meg a Mac-es, vagy a MacBook-okat, Windows-os laptopokat, ha megnézzük az ő használati szokásaikat, akkor ki fog derülni, hogy mondjuk valamilyen megszokásban használják a Word-öt, mármint hogy az alkalmazást, megszokásnál használják az OpenOffice-t, egyszerűen nem tudják ezt elengedni, hogy az ő informatikájuk, a személyes informatikájuk az így működik, miközben tehát az állításom az lenne, hogy az emberek 80%-ának biztos az összes igénye tökéletesen megoldható a cloudból. Ha ez meg így van, akkor ott van a Chromebook, amelyik árérték arányban egy szerint, tehát csak az előítéletemet mondom, szerintem egy egész jó termék. Tehát akkor minek is bajlódni desktopokkal, amelyekkel csak probléma van, tehát hogy a installált alkalmazások honnan installálódik, stb. Nem, mint hogyha a böngészőkkel nem lenne probléma. Erről mindjárt visszatérünk. Na, tehát, hogy és például az attachmentek, amelyek az egyik jelentős forrása a kockázatoknak. Ott is valószínűleg ez valami megszokás, hogy küldünk egymásnak dokokat, meg cipeket, meg a dokumentumokat, és ezt meg lehet oldani úgy is, hogy ez biztonságosabb legyen. Ezzel sokan
nem értenek egyet. Én továbbra is azt mondom, hogy ez a browser böngésző poligámia az, ami egy jó megközelítés az átlag emberek, az a normál emberek számára. Persze egyébként ez nem igaz pont a Chrome OS-re, ahol csak kizárólag egy böngésző van, de ott viszont a sandboxing elég jól megvan oldva. Tehát az állításom az az, hogy nekünk van sokfajta a profilunk, ahogyan a gépeinket használjuk. Általában a saját laptopunkat is azért úgy használjuk, hogy többfajta szerepbe, tehát bankolás munka, böngészés, Facebookról beleklikkelni akármibe, de a legrosszabb a, nem tudom én, a ismerőstől kapott valami linkre ráklikkelni, mindez megtörténik ugyanazon gépen, és még a gyerek is néha használja. Ezek így profilok, illetve a nem kívánatos működési módok, de ezeket valahogy érdemes lenne strukturálni. Az egyik strukturálási módja az az, hogy használjunk több böngészőt, tehát legalább döntsük el, hogy melyik böngészőben használjuk az OTP-s alkalmazást, és melyik az a default böngésző, ami pár éves távlatban egészen biztos, hogy néhány rossz indulatú linket fog megnyitni. Ugye, ha beleássuk magunkat, a böngészők elvileg ki kell zárják annak a kockázatát, hogy az OTP-s tabra át tudjon szólni a valamilyen rogue oldalnak a kódja, ha jól van frissítve, ha az egyéb körülmények miatt minden rendben van, tehát például egy Chromebookon, ahol a legfrissebb, nem tudom, operációs rendszer verzió van, ott minden lakhat egyben, de azért egy fokozat tovább, hogyha a különböző böngészőkben valósul meg a különböző kockázatú tevékenység, vagy a különböző profilú tevékenység. Itt még azt is mondanám, hogy ugye különböző accountokat is használhatunk, akár a Google-s környezetben is, ez biztonsági szempontból is strukturálhatjuk magunkat, hogy melyik az account, amelyik a szabadabb, a liberálisabban használja az internetet, és melyik az, amelyik szigorúbban használhatja az internetet. Ennek is lehet jelentősége, ezen menjünk túl. Tehát, hogy a böngésző az egyik ilyen az egyik őrzője a mi biztonságunknak, ezt hogyan tudjuk fokozni, az egyik az az, hogy tehát használjunk Chrome böngészőt, per pillanat ez a tanács, hogy a Zsombor mondta legutóbb, azért, mert hogy a Chrome böngésző az egész jól meg fogja vizsgálni, hogy az, ami rajta átfolyik, malware, vagy rossz indulatú URL-ek szempontjából biztonságos-e vagy sem, és a böngészés szempontjából ez a legfontosabb, hogy az az eszköz, amiben mi böngészünk, az ezeket a dolgokat megvizsgálja. A Chrome-ról per pillanat tudjuk, hogy ezt jól vizsgálja. Ez nem zárja ki, hogy más böngésző ne csinálná hasonlóképpen jól, csak hogyha egy egyszerű tippet, vagy nem tudom, receptet kell mondani perma, akkor használjunk Chrome-ot, és a Chrome-ba viszont be kell kapcsolni az Enhanced Protection módot, mert ez az, amelyik ezt a magasabb szintet bekapcsolja. Megint ugyanaz kicsit, mint a lockdown módnál, hogy külön kell bekapcsolni azt, hogy legyen valami biztonságosabb, mert alapból nem biztonságosan megy. Én ez egy személyes, tehát nem ragaszkodom hozzá, hogy az univerzális igazság, de én valahogy jobban érzem magamat, és ezt is ajánlom, hogy a default browser, tehát hogy amelyik ráklikkelünk a linkre, és azt nyitja meg, hogy az legyen inkább egy olyan, amelyiknek nincs emlékezete. Egy ilyen például a Firefox Focus, ez most be van árnyékolva az állítás, hogy a Firefox az egyre
vagy Mozilla egyre rosszabbul áll a böngészők világában, és ki tudja, hogy mennyire jövőbiztos a Mozilla és a Firefox, mert hogyha nem használják, nincs mögött a pénz, akkor a biztonság sem lesz benne, de például a mobilon a Firefox Focus az egy olyan böngésző, amelyik teljesíti az én elvárásomat, hogy ő nem emlékszik a sessionekre, tehát nem tartalmaz olyan információt, ami esetleg bezavarhat. Az előző szlájd az arról szólt, hogy egyébként egy pár héttel ezelőtt egy barátomtól kaptam egy linket, ő nem egy biztonsági ember, ő azt hiszem rá is klikkelt, de állítólag nem volt semmi probléma, és ebben egy ilyen teljesen triviális hack van benne, hát ugye úgy néz ki, mint hogyha egy spanyol oldal lenne, egyébként egy spanyol srácról van szó, de hát ez ugye egy felhasználó névi pozícióban van az a spanyol linknek, nem szó valami, tehát, hogy bármikor kaphatunk egy rossz indulat valamit, és még így a végéhez közeledve, tehát, hogy egy jó tanács lenne még, hogy mielőtt valamit installálunk, egy pillanatra álljunk meg, és próbáljuk meg tudatosan ellenőrizni, hogy az, amit mi installálunk, az vajon jó-e vagy sem. Vagy az-e, amit szerettünk volna installálni, mert hogy az App Store-ok nem tökéletesek, sőt, ott is az üzleti preferenciák, vagy nem tudom, az üzleti elvárások, azok a biztonsági elvárások ellenében dolgoznak. Tehát például megnéztem, hogy most a ChatGPT jellegű alkalmazások, vagy mit tudom, beírtam azt, hogy ChatGPT a keresőbe, és akkor kiesett ez a középen lévő sok alkalmazás, amelyik hát egy normál, tehát akár én nem vagyok benne ebbe a témába, akkor azt gondolhatnám, hogy ezek akár a hivatalos ChatGPT OpenAI alkalmazások lennének, tehát megtalálni azt, amelyik tényleg a várt gyártótól van, vagy kik ezek az emberek, akik ezeket az alkalmazásokat csinálják. Ugyan iOS-ról van szó, olyan nagyon nagy baj nem történhet, de ki tudja, hogy egy ilyen alkalmazás az még milyen információt fog tőlünk begyűjteni. Vagy a jobb oldalon ott van ez az Office Word, és ezt valaki csinálogat, egy ilyen a Microsoft Office Suite-hoz hasonló alkalmazás csomagot, biztos nagyon jó, csak hogy ha ő arra építi az eladási stratégiáját, hogy ő megpróbálja megtéveszteni a normál felhasználót, hogy egyértelműen arra játszik rá, hogy úgy nézzen ki, mintha ez a Microsofthoz bármi köze is lenne, nyilván egy ilyen alkalmazást azért inkább ne tegyünk föl. Igen, itt most nincs az a slide, de hogy egyébként tehát nem is ennyire triviális ez a problematika. Én azt gondolom, hogy minden egyes esetben, amikor valamit installálunk, azért szerintem érdemes azt megnézni, mert hogy például az Apple is Store-ban ugye első helyen garantáltan nem az alkalmazás fog felugrani, amit keresünk, mert ez a logikája ennek a Store-nak, hogy első helyen egy reklámozott termék fog megjelenni, a második helyen fog megjelenni általában az, amit az Apple annak gondol, de azért azt érdemes megnézni, hogy ki a gyártója, tehát hogy nem tudom, teljesen triviálisan, tehát hogyha rákeresünk egy messengerre, hogy vajon az a messenger az tényleg a Metának a messengere, vagy a 10 másik messenger közül az egyik, mégiscsak sikerült magát beálcáznia annak, hogy most így jóra klikkeltünk. Egy érdekes helyzet most volt például korábban a Signallal, ahol volt a Signál alkalmazás, és annak a gyártója az mindenki számára ismeretlen nevű, mármint hogy mint cég egy ismeretlen nevű cég volt, tehát hogy ott hogyan tudhatom én, hogy ez az a Signál, amit én fel akarok rakni, mint a legbiztonságosabb chat alkalmazás az univerzumban. Csak hogy vannak ilyen vicces praktikai kérdések, és hogy a
végére az, hogy egyrészt a passwordökkel, hogy nem fogom ezt most már kifejteni, vagy nem is terveztem kifejteni, de nagyon fontos a jelszókezelés, sajnos a jelszavak azok mindig velünk vannak, és mi már ugye nagyon régóta hívei vagyunk a YubiKey-nek, mert egyszerűen a YubiKey-t az ember tudja, hogy hogyan kell biztonságosan használni, mert ez egy fizikai dolog, zsebre teszed, és tudhatod, hogyha nálad van, akkor más nem tud ennek a nevében belépni. Most a legújabb vonulat azok a passkeys, amik még nem teljesen jól működnek, mert akkor fognak jól működni, hogyha átjárhatók lesznek a platformok között. Azt hiszem Bitwarden most megoldja azt, hogy különböző platformok között lehet a passkeyket cipelni, de még nem állunk ezen a téren teljesen jól. A matematikát azt hagyjuk ki. A password menedzsereknél én azt mondom, hogy az iOS-nek a beépített password menedzsere az már egy óriási dolog, hogyha az ember azt következetesen használja. Mert ugye a jelszavaknál a legnagyobb probléma az, hogy amikor ki kell találnunk egy jelszót, abban a pillanatban valamit csinálunk. Tehát nagyon benne vagyunk valamiben, hogy valahol be akarunk jelentkezni, és akkor az jön, hogy találjunk ki jelszót. Szóval az egész jelszavas téma, ez egy nonsens. Tehát nem lehet jó jelszavakat kitalálni abban a pillanatban, amikor azt ki kell találni. Tehát valami nagyon handy megoldás kell, hogy legyen a háttérben, tehát hogy az vagy az iOS-nek a saját password sztória, vagy a böngészőnek a saját password sztória, ami egy másik kérdés, hogy az hogyan fog velünk megmaradni, és hát nem tudom, akik az erőfeszítés oldalon vannak, azoknak természetesen az ilyen open source-os megoldásokat ajánlom én, de hát ott vannak a Bitwarden és a hasonló LastPass üzleti termékek. Az egyik támadási vektor az ugye az e-mail, továbbra is itt a Jim barátunknak egy levele, egy security ember küld egy levelet, amiben ugye van tracking. Ez mindig probléma minden egyes ilyen linkkel. Hogyha böngészünk, akkor egy rövid tanács azért megnézni. Tehát, hogy mi is tarthatunk egy kis felderítő műveletet a böngészet világba, és láthatjuk, hogy itt valaki azt állítja magáról, hogy ők egy európai szolgáltatás, miközben a munkaidőjük az nem. És bármit is teszünk, ez egy baromi régi sztori, ez ami itt van, ez egy 19-es Facebook SDK-val kapcsolatos probléma, hogy az pont a követés nagyon jó be volt építve. Mindenki esküzik, hogy azóta most már tiszták ezek a cégek, de hát azok a cégek, amelyek információ guberálásból élnek, azok by design nem élhetnek másból, mint hogy gyűjtögetik a mi privát adatainkat. Most áttértünk arra, hogy itt a biztonság mellett még van ez a privátság problémája. Én azt gondolom, hogy ezt így alapvetően el kéne engedni. A mai világban nem lehet privátnak lenni. Talán az utolsó hasznos tanács az az, hogy ne a címsorba írjuk a linket, hanem inkább a Google-ba írjuk a linket, mert hogyha elgépeljük, akkor ott van egy gate, amelyik megfogja nekünk mondani, hogy valamit talán nem ezt kerestük, amit akartunk. A céges szempontból a legújabb kedvencem ez a Cloudflare-nek a Zero Trust-ja, ami részben VPN, de vannak hozzá más feature-ök is, és egyébként abszolút ingyen van. Nézzetek utána, hogyha ez érdekes. És hát egy ilyen lista, ami még ebből kimaradt, aminek szerintem az érdekes, tehát egyrészt azt mondanám, hogy strukturálni, tehát hogy a biztonság az strukturálandó, a mi életünk a struktúrát valamennyire, ebben vannak olyan tevékenységek, ahol oda kell figyelni a biztonságra, és vannak olyan részek, ahol teljesen fölösleges, tehát igen, tehát a strukturálás, részben a böngészőkkel kapcsolatban mondtam ezt, de akár az eszközökkel, tehát hogy én használok kétfajta telefont, az egyik a munkaügyek vannak rajta, és arra nagyon vigyázok, és van egy másik telefon, amelyikre sokkal kevésbé vigyázok. Most ez alatt ezt értem strukturálás
alatt, és használjunk különböző keresőket, mert akkor nem egy helyen fog halmozódni a privát információnk, ugye a keresésből nagyon jó profilokat lehet összeállítani. Ugyanide tartozik, hogy ne ragadjunk be különböző ilyen Facebookos, Instagramos és hasonló Twitteres listákban, mert hogy valahol az is kapcsolódik ahhoz, hogy mennyire privát és biztonságos az életünk. A reszettelés az egy szerintem egy jó dolog, tehát minél többször reszettelünk, és ezért nem szabad olyan technikákat alkalmazni, ami nagyon hosszú setupot igényel, ezért érdemes olyan megoldásokat választani, ahol nem tudom én, fél óra alatt be tudunk setupolni egy új, nem tudom, laptopot. Most fél óra alatt persze nem lehet, de hogy ne egy napos történet legyen. Mert hogy a reszettelés is kizárja azt, hogy idők folyamán összeszedett biztonsági problémák azok, vagy tehát megoldja, hogy a biztonsági problémák esetleg, nem tudom, összeszedtünk egy vírust, miért ne, hogy az eltűnjön. És az utolsó tanács, hogy esetleg használjunk fizetős szolgáltatásokat, tudjuk, hogy ahol nem fizetünk, ott mi vagyunk az árucikk című banalitás, de azért a jellemző, hogy a fizetett szolgáltatások, fizetett dolgok, mint például egyébként ugye az Apple-nak a modellje, hogy ezek tudhatnak biztonságosabbak lenni, semmiféle garancia nincs mögötte, de ahogy szerintem Balázs, te is mondtad, hogy ez a drága dolog, az sokszor az olcsóbbik, tehát valahogy arra kötnék vissza. És itt a vége. Van-e valami, ami belétek szorult, vagy már nagyon elfáradtunk ezzel? Az a böngészős cucc, mármint hogy a Google-be jött be a cuccot. Amikor anyósomat látom, hogy minden dolgot odaír, akkor egy kicsit így fölmegy bennem a pumpa, de így most már kicsit nyugodtabb vagyok. Én a mamámmal voltam itt, tehát annyira idegesített, hogy ő nem akarta felismerni, hogy van egy ilyen, tehát az elmúlt 20 évben. De végül itt vagyok, és azt ajánlom, hogy kövessük a nyugdíjas mamámmal, vagy a te. Érdekes probléma az a Google beírása dolgoknak egyébként. Olyan nehéz ezekben a kérdésekben egyébként szerintem ilyen fekete-fehéren fogalmazni, mert azért a Google-t keresési találatok között is van lehetőség, hogy mondjam, főleg a hirdetések kihasználásával hasonló, mint az App Store-nál, amit említettél, beleszúrni valamilyen kártékony dolgot, de az tök igaz, hogy az elgépelés meg egy tök jellemző dolog, tehát hogy a legjobb szerintem talán a kedvencek használata, hogyha egyszer biztosan jól gépelted a klasszikus honlapokat, azért ezeket érdemes elmenteni kedvencekbe, és azt megnyitni mindig, de való igaz, hogy talán nagyobb kockázat az elgépelés, mint az, hogy bekerül a Google találatok közé valami kamu, főleg egy nagy oldal esetén. Ja. Én az Enhanced Protection-re vagyok, az a kapcsolatban akartam egy kicsit még lamentálni, ez egy nagyon érdekes privacy security trade-off. Én nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy ez egy jó trade-off, de ez megint mindenkinek az saját döntése kell, hogy legyen. Érdemes azért utána nézni, hogy mit jelent. Elég sokat cikkeztek róla az interneten, szerintem mindenkinek érdemes megnézni, eldönteni. De való igaz, hogy ha a Google látja az összes weboldalt, amit megnyitsz, meg akarsz nyitni, akkor elemezni tudja mindenféle technikával, köztük mesterséges intelligenciával, hogy az valóban ez, amit akarsz, vagy nem. Valóban segít a biztonságban, ez egyértelmű. Én erről még azt gondolom, hogy, tehát amit mondtam, hogy ez a több account használata, tehát én magam részéről azt szoktam csinálni, tehát nem tudom, valahogy ez így alakult ki, hogy mondjuk a YouTube használatom korábban úgy volt, hogy nem tudom, egy fél évig használtam ezzel az accounttal, utána egy fél évig használtam egy másik accounttal, tehát nem minthogyha engem, tehát ugye valós lenne az, hogy most érdekeljen, hogy a Google az mennyire tudja felépíteni a profilomat, mert nyilván fel tudja építeni.
ez egy inkább ilyen higiéniai kérdésként fogalmazódott meg nálam. Hát jobb volt az érzés, hogy nem folyamatosan halmozza ezeket az adatokat, és hogy esetleg valahogy elrontom az algoritmusát, hogyha fél éven keresztül nem csinálok semmit, vagy egy éven keresztül nem csinálok semmit abba az accountban. Tehát manapság jellemzően mondjuk a Firefox fókuszt használom, tehát, és a, tehát hogy semmiféle historim nincs alapvetően, vagy legalábbis tehát ugye a Mozilla-nál lehet, hogy van, tehát sose tudhatjuk, hogy ez mi van, csak elképzelésünk van ezzel kapcsolatban, de mondjuk a Brave-ből használtam a YouTube lejátszást, mert ugye a Brave az azt tudta az iPhone-on, hogy egy úszóablakban megjelenítette, vagy megjeleníti most is, ameddig az ember nem kapcsolja be a lockdown módot, mert a lockdown mód ezt megszüntette ezt a lehetőséget, tehát hogy a Brave-vel lehet úgy YouTube-ot nézni, hogy az reklámszűrő van. Most éppen nem a lockdown mód miatt. Tehát ugye azt mondom, hogy igen, tehát hogy amit mondani akarok, hogy nem feltétlenül kell accountokkal használni szolgáltatásokat. Tehát ha találunk egy olyan rést, amelyik nem kell magunkat azonosítani, még azon túl is, hogy természetesen lehet mindenkit azonosítani anélkül, hogy ő azonosítaná magát, természetesen, de ezek már olyan technikák, amik azért a shady világban tartoznak, és én azt tudom elképzelni, hogy azért a nagyvállalatok kevésbé szeretik azokat a megoldásokat, amik később vállalhatatlanok, tehát ez kicsit visszatérve arra, amit te Feka mondtál, hogy most előre érdemes gondolni arra, hogy hogyan sülhet el valami rosszul, de nem tudhatjuk, hogy a korporétek mit gondolnak. Én azt gondolom, hogy a korporétek megpróbálják elkerülni azokat a megoldásokat, amik utána reputációs kockázattal járnak. Tehát például, hogyha kiderül, hogy valamilyen nagy, okos módszerrel megpróbálják a különböző accountokat összehozni, hogy emögötte ugyanaz az ember van, ez valószínűleg nem indokolt. Tehát, hogy nem elvárható, hogy ilyeneket csináljanak, és hogy lehet, hogy ilyet nem csinálnak. És akkor itt visszatérünk ahhoz, hogy igen, lehet itt okoskodni, és amikor elkezdünk okoskodni, akkor egyre több feltételezésre épül az a gyakorlat, amit követünk. Tehát az én gyakorlatom nagyon sok feltételezésre épül, és végül is az én komfortomat szolgálja, és egy pillanatig se gondolom azt, hogy ez valamilyen szakmailag nagyon jól alátámasztott dolog, amit én csinálok, és alig, ha lehet ezt másképpen csinálni. És akkor igen, megvizetődünk a trade-off-okra is, amit mondasz, hogy a több account használata, hogy az ephemeral account, hogy te szokták ezt mondani. Ez nagyon jó, csak kényelmetlen. Ez meg az a baj, de igen, megint csak el kell dönteni mindenkinek, hogy hol húzza meg a kényelem és security skálán a határát, mert a YouTube-ot is hát kényelmes úgy használni, hogy ajánlgatja a dolgokat neked, ez szerintem már, vagy milyen nehezen tagadható, de tök igaz, hogyha meg zavar a privacy oldala, akkor meg igen, ez is egy jó irány. Egy picit megemlíteném, ha szabad itt a böngészők kapcsán, ha már ilyen böngésző túlok. Bocsánat, én a YouTube-ra reagálnék, hogy abszolút. Bocsánat, hogy csak a YouTube-ra szerettem volna reagálni, hogy én most már pár éve így használom a YouTube-ot, és valószínűleg az van, hogy én valahogy tehát jobban tudom, hogy mit akarok ott megnézni, tehát én nem várom tőle, hogy ajánljon. Persze hiányzik, tehát hogy voltak kedvenc csatornák, amelyeknek a frissítései, de azt korábban tudtam követni, most meg ugye gondolni kell arra, hogy jaj, van ez a valami a repülőgépekről, amit jó lenne megnézni, hogy megjelente valami, de hogy igen, tehát hogy az a trade-off, tehát a negatív oldala az ez, de hogy egyébként én például tudom, hogy mit akarok megnézni, és az én többlet effortom az az, hogy a böngészőbe be kell írni, hogy YouTube, ha nem dobja föl ugye a panelre rögtön, és ott, amikor
Ja, igen, szembesülni kell azzal a horrorral, ami az azonosítatlan felhasználót Igen. köszönti a YouTube-on, de ez Az egyébként ez tényleg az. tanulságos. Tessék? Csak hogy az tényleg az, igen. De az is lehet egyébként egy ilyen hasznos emlékeztető arra, hogy úristen, az emberek mit néznek. Igen, pontosan. Tehát ennek van egy ilyen haszna, hogy igen, tehát hogy azon túlteszed magad, tehát a következő az, hogy beírod a keresőbe azt a pár szót, ami egyértelműen azonosítja az, amit, és akkor ugyanott vagy. Ja, tehát de ezek egyedi, nem tudom, ez az én stratégiámhoz igazodik. Igen, igen, tehát folyamatosan trade-offokról beszélünk, amiket el kell dönteni. Ugyanezek a, mit tudom én, a Google-nél is egy csomó mindent be lehet állítani az akkontodnál, hogy mit követ, mit kapcsol össze, és mit nem. És minél többet kapcsolsz össze, nyilván annál könnyebben ajánl dolgokat odáig, el is el lehet jutni, mert a térképen is olyan, hogy hova akarsz menni kajálni például. Viszont valahol creepy tud lenni, tényleg el kell dönteni, hogy melyik esetben mi zavar, és mi nem. A böngészőnél akartam mondani, szerintem az átlag embernek ez totál overkill, de azért egy érdekes tudni róla, hogy például a Brave-et említetted is, annak van most már desktopon toras private ablaka, ami egy elég érdekes megoldás, tehát nyit neked egy Tor tunnelt, anélkül, hogy neked kéne, hogy mondjam, kézzel összetákolni a dolgot, és ez meg azt jelenti, ugye, hogy elvileg az IP címeden keresztül se tudnak lekövetni. Bizonyos dolgokra elég lehet, viszont az nagyon tetszett az a javaslatod, ez a külön böngésző, külön dolgokra, szerintem ez nagyon-nagyon jó dolog. Például ilyenek, hogy az ember valahol netbankol, érdemes fenntartani egy böngészőt a netbankolásra, amiben nem nagyon csinálsz mást. Szerintem ez például egy jó tanács. Szerintem desktopon az Mac-en, Windows alatt, Linux alatt. Ez nekem azért is jó, mert hogy megint én strukturálom, hogy melyik böngészőben mi fog történni, tehát amikor ablakot váltok, akkor ugye kontextusokat váltok, és a, nem tudom én, a munkás dolgaim, meg a nem tudom, valami kutakodó dolgaim, és tehát nem tudom, vannak különböző ilyen profilok. Tehát, hogy most azt akartam mondani, hogy nem csak biztonsági szempontból, hanem egyszerűen ergonomiai szempontból is ez jobb, mint hogyha most ugyanannak a böngészőnek a különböző, nem tudom, ablakai vannak megnyitva, abban nagyon sok tab. Tehát memória van, megint csak annyi a többlet erőfeszítés, hogy több böngészőt kell elindítani. Nekem ez valahogy a napi rutinomnak a része, hogy leülök a gép elé, és akkor elindítok több böngészőt. Az egyikben, nem tudom én, a zenejátszó megy, a másikban ez a céges történet, abban meg a másik, stb. Harmadikban meg általában keresek. Igen. Ez is tök érdekes, hogy mondasz, például ilyen előnye is vannak ennek az approach-nak, vagy mondjuk ebben az esetben akár a privát mód is segített néhány helyzetben, de ezt most csak arra mondom, amit most fogok mondani, ez a azonosítása a te keresésednek, hogy mondjuk egy terméket akarsz vásárolni, és először csak researchers, utána nézel. Lehet értelme akár egy másik böngésző, vagy legalább egy privát módban utána nézni, mert akkor simán lehet például mondjuk a booking csinálja ezt rendszeresen, hogy felnyomja az árakat. Hogyha tudja, hogy de mit keresel. Nagyon, nagyon súnyi módon, vagy ha nem is felnyomja az árakat, azt viszont tényleg nagyon sokszor csinálja, hogy azt mondja, hogy ez utolsó, meg ilyen hasonló irányítások, az alapján, hogy tudja, te mit akarsz nézni, hogy rávegyen arra, rátrükközzön arra, hogy te inkább hamarabb vedd meg a dolgot, mert te már nagyon közel vagy a vételhez. Ilyen szempontból egy előnye, hogyha az adott cég, akár webshop, vagy mondjuk egy ilyen, mi az ilyen utazáskereső portál nem tudja, hogy te mit akarsz megnézni, hova akarsz elutazni. Uh-huh. Egyébként most megemlítettél a dolgot, ami sajnálatos módon kimaradt az előadásból, ez a privát mód. Tehát aminek a tudatos használata szintén egy nagyon fontos gyakorlati lehetőség. Vagy... Igen, engem az kezdett felhúzni, hogy a Wise például már a privát módban nem volt normálisan használható, mert folyamatosan, mert is valami extra secure feature-ként bekapcsolták, hogy a device-okat autentikálni kell. Tehát a minden pornó üzemmódban megnyitott Wise-nál újra és újra nekem jóvá kellett hagynom azt, mint egy új device-t. Azt tudtam, hogy megnyitáskor megint jóvá kell hagyjam. Ami egy kicsit idegesítő volt.
A két session között mondod, ugye? Tehát akkor kettőször megnyitottad a privát módba, gondolom. Hát egy másik alkalommal is, ha megnyitom privát módba, igen. Következő egy hét múlva, akkor nyilván, mivel privát mód volt, ezért egy új eszközként érzékeny. És ezért én nem a szikürabb irányban tolódtam el, hanem a normál üzemmódban nyitottam meg, hogy az egy egyszeri device-ként legyen jóváhagyva. Uh-huh. Azért ez a különböző dedikálás azért ez elég jó overkill. De fejtsd ki, hogy szerinted miért overkill? Hát mi most, tehát az van, hogy azt mondjuk, hogy a Chrome a jó alkalmazás, mert azt mondjuk secure-nak, akkor melyik, milyen, tehát ha lehetne még egy Chrome-ot föltenni, és akkor elnevezem Chrome Secure-nak, és úgy használni egy más, ugyanúgy egy frissen tartott Chrome-ot, vagy akkor azt mondom, hogy a Chrome lesz az én Secure bankolós böngészőm, és az összes többi dolgot fogom egy kevésbé Secure böngészőben csinálni. Hát a Chrome az egyből jelent három böngészőt, tehát a Mac-en... A privát mód nem számít ide, mint az előbb már leírtam. A privát mód az nem számít ide, mint ahogy azt már az előbb leírtam. Nem, én arra gondolok, hogy van három channel, ahonnan beszerezheted, minimum három channel, tehát van a Dev és a Canary. Oké. Okay. Ez vagy három, vagy két különböző böngésző, mert az fontos tudni, hogy vagy legalábbis én abból ütköztem bele, hogy valamelyik platformos, nem tudom, hogy a Windows-on vagy a Mac-en, mert nem ugyanúgy volt, azt hiszem, hogy ott a dev és a normál az ugyanazt a perzisztenciát, tehát hogy ugyanazt a disk space-t, vagy tehát ugyanazt a foldert használja valójában, tehát ennyiből ugyanaz az adat halmaz van a kettő mögött, de csak a három közül csak a kettőre volt ez igaz. Most csak azért mondom, hogy én találkoztam azzal, hogy lehet, hogy ez nem három teljesen különböző böngésző, hanem ebből lehet, hogy a kettő ugyanarra az adathalmaz, ugyanarra a konfigurációra épül, de hogy ez három különböző böngésző, és mindegyik Chrome. És tehát elég látványosan meg van jelölve egyébként, tehát nem lehet összetéveszteni. Tehát, hogyha tudod, hogy a Dev felirattó az nálad mit csinál, meg a Canary felirattó az nálad mit csinál, vagy van a Dev, a Canary és a Beta, nem? Tehát akkor tulajdonképpen négy. Még ennél is van több, de nem is, de az a helyzet, hogy az ilyen kérdésekben biztos tanácsot adni szinte nagyon-nagyon nehéz, tehát hogy ezek mind nüanszos kérdések. Tehát például az a kijelentés, hogy használj mindenképpen mondjuk Chrome-ot, de nem ezt mondtad, Timur, tudom, csak hogy ez is azért véleményes, tehát hogy nagyon nehéz azt kijelenteni, hogy a Chrome a legbiztonságosabb böngésző, meg ez is egy dinamikus dolog. Tehát, hogy inkább arról azt érdemes megtenni, hogy az ember mivel teszi a bizalmát. És az igaz, hogy a több böngésző használata és a böngészők dedikálása különböző dologra nem egy ilyen triviális dolog. Tehát ez is azért már egy kicsit advanced-ebb hozzáállás, de valóban meg tud védeni bizonyos problémáktól. Például attól, hogy te megnyitsz valamilyen oldalt, ami elhelyez valami kártékonykodat akár a böngészőnek a local storage-ában. Ettől ezt tök jól meg tud védeni. Tehát ha ettől te félsz, már pedig azért ez egy tud lenni egy elég, tehát nem egy ritka dolog. Azt meg tudod védeni azzal, hogy több böngészőt használsz, és dedikálsz majd a bankolásra. Dedikálhatod a Chrome-odat, de dedikálhatsz más böngészőt is. Azért én nem hiszem, hogy mondjuk egy frissen tartott Firefox, vagy egy Safari a macOS-en, egy frissen tartott Safari alacsonyabb biztonsági szintet jelentene, mint egy frissen tartott Chrome. És a másik az, hogy viszont azzal vitatkoznék, hogy a fejlesztés a teló verzióit használna egy böngészőnek kifejezetten biztonsági szempontból. Persze, ha az a kevésbé biztonságos browsered, az már reálisabb, de azért mind a beta az mondjuk már nem olyan nagyon instabil, de azért a Canary meg a Nightly van például még ilyen, azokat azért óvatosan használnám.
Nekem van ezzel tapasztalatom, hogy én ezeket használom szimultán, és olyan nagyon nagy, tehát bocsánat, belefutok évente, vagy két évente egyszer nagyon durva hülye helyzetekbe, hogy nem indul el valami. Tehát ilyen van, de a összkép szempontjából én nem tapasztaltam azt, hogy akár a Kanárival ne tudnék jól megélni. Abba, én azt gondolom, hogy abban lehetnek egyébként sérülékenységek, csak ahogy mi ismerjük a sérülékenységek felismerésének a menetét, tehát azt nehezen tudom elképzelni, hogy az a kockázat, aminek én vagyok kitéve, hogy az kapcsolódik azokhoz az emberekhez, akik annyira fanatikusak, hogy ők a Chrome-ban keresik, vagy a Chrome kanáriba keresik a sérülékenységeket, és arra írnak valami támadó kódot, ami utána nálam fog kikötni. Tehát ezt én nem gondolom. Ugye az a támadó is kód... Igazad van. Igazad van. Az a támadó kód találhat meg téged, ami már eléggé rajta van a piacon, és ez nem a kanárinak a ismeretlen. Tehát ezt megismétlem, nem tudom, ötödször, hogy ezek ilyen kicsit olyan vallások, tehát ezen jól el tudunk beszélgetni, de egyikünk sem professzionális ismerője a böngészők belső világának. Tehát ez nem az a téma, amit mi belülről annyira jól ismerünk. Mi erről az átlag emberhez képest sokkal többet gondolunk megalapozottan, de hogy ez perdöntő-e annak a kérdésnek a megválaszolásában, hogy... Igen. Azt hittem, hogy Feka valamit mondasz. Ó, de jó, működik a push-to-talk gombom. Kaszka, én lassan elbúcsúznék, srácok, köszi a... Szerintem is zárjuk be. Igen, kötelességeim vannak. Tibor, egy gyors tippet még viszont bedobnék azért, bár hozzátéve mondom még egyszer, nagyon nehéz egyértelmű tanácsot adni ilyenekben, sőt, szinte lehetetlen. De hogy az, ha, például, ha a több böngésző használta, az nem szimpatikus mondjuk valakinek, érdekes funkciója van a Firefoxnak a multi-account container nevű Firefox, tehát a Mozilla által fejlesztett tehát egy first party extensionja, ami ezt böngészőn belül próbálja megoldani. Nyilván egy picivel kevesebb elválasztást jelent, mint egy teljesen külön böngésző, de a célja pont az, hogy a Firefoxon belül ilyen profilokat hozzon létre, és ne nagyon lehessen a kettő között át, vagy a több között átjárni. Ezt is meg lehet csinálni például. Ó, oh, és a Chrome-ban is van ilyen, abban ez nem... Sajnos tudtom, a Chrome-ban nincs ilyen. Van olyan, hogy kategóriákba teszed a tabokat, de az nem jelent leválasztott profilt. Tehát, hogy a Firefox multi-account container cookie-t meg mindent leválaszt. De ott is van profil, azt nem tudtam, hogy az a kategória, de ott is Nem arra gondoltam, bocs, az más. Én arra gondoltam, amikor van egy ilyen beépített feature, azt hiszem, hogy lehet, hogy extension-je a Chrome-nak, ilyen... kategóriákba teszi a tabokat. Én arra gondoltam. Teljes profilokra gondolsz, akkor a kontra gondolsz, vagy mire? Az más, igen. Az igazából a Timurnak az olyan. Mondjad? De nem, Balázs, amire te gondolsz, annak az a neve, tehát az kifejezetten a konténer szó szerepel benne, nem? Én a Firefox-nak multi-account container extension-jére gondoltam. Chrome-ba, amit mondtam, hogy kategóriák, az meg egy ilyen tab kategória, egy olyan hasonló, az is first party, azt hiszem, de az nem jelent leválasztást. De viszont Krisztián, te akkor viszont másra gondolsz, te külön profira gondolsz, igen, az valószínűleg leválasztja. Tehát, hogy szerintem én mondtam, mert Krisztián nincs itt most éppen. Ja, bocs. De hogy a Chrome-ban is van olyan, hogy profil. Be lehet jelentkezni a Gmail-es e-mail címmel, biztosan bejelentkezhetsz, de csinálhatsz szerintem újat is. És, vagy nem vagyok biztos benne, hogy kell-e külön Gmail-es account ahhoz, hogy... Van guest profil is, most megnéztem, amúgy tényleg működik ez, ja. És lehet több párhuzamos guest profil is, ugye az a kérdés. Azt nem tudom. Lehet, és az is kérdés, mennyire van beválasztva. Annyira nem is van a Chrome-ot egyébként, én személyesre megmondom, hogy nem használom, úgyhogy nem vagyok meg biztos, de igen, lehetséges, hogy ez is ugyanazt tudja. Jó, na, de azért köszönöm, köszi.
És még annyi szerintem, hogy a, tehát hogyha Vice-t használsz, vagy nem tudom, tehát hogy a Vice-t, a Revolutot, mert nem tudom még milyen szereplőket, akiről azt gondolod, hogy náluk a korporát biztonság az legalább annyit megtesz neked, hogy, hogy hirtelen egy támadó kód nem fog belőle kiugrani, szóval, hogy ezeket tényleg teheted egy olyan böngészőbe, ami nem egy biztonságos böngésző olyan szempontból, hogy malware-ekre vizsgál, de minden esetre szeparálva van, és ezáltal egyel struktúráltabb a használat. Meg hagyja így csak ki, amit korábban mondtam, és nem jól mondtam, közben utánéztem. 12.5.7 az iOS 12-re kijött frissítés, és amúgy egy remote code execution-t javított webes tartalommal, tehát hogy megnézte egy weboldalt, és onnan tudtak klikkelés nélkül remote code-ot futtatni a device-hozon, úgyhogy ez egy elég fontos frissítés volt. Igen. És neked milyen eszközöd van, amin ez még meg tudod tapasztalni ezt a 12-t? Ja, teszteszköz, nem saját. Csak emlékszem rá, amikor ez kijött. Na, akkor bezárjuk az eseményt. Jó, hogyha senki nem tiltakozik, akkor nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk erről. Nem voltunk sokan, viszont érdekeset beszéltünk. Én még tervezek majd erről egy folytatást csinálni, vagy nem tudom, egy angol nyelvét is valakit még meghívni, aki egy opponens, tehát már most is azért váratlanul ez úgy sikerült, mert ez az előadás szerintem úgy jó, hogyha van egy opponens, aki legalábbis megkérdőjelezi azokat az állításokat, amiket én teszek. Igen, nagyon szépen köszönöm a részvételeteket, és majd még a YouTube-ra fel fogom ezt tolni, ha működött a Telegramnak a mentő funkciója. Legalábbis még én bekapcsolom. Igen? Hadd meséljek el egy ilyen mostani sztorit gyorsan ezzel a meetup-pal kapcsolatban, hogy én nem tudtam csatlakozni az elején egyébként, és a pont a személyes SecOps-om gátolt meg ebben egyébként, ugyanis a routeremben bekapcsoltam országszűrést, és a Telegram ugye már Oroszországon keresztül megy, úgyhogy szépen kiszűrte a tűzfal szabályom a Telegram meetup-ot. Szerintem egy érdekesség ez is. A Telegram is, egyébként nem megy Oroszországon keresztül. Akkor nem tudom, melyik ország, nem vagyok már biztosan, hogy több ország ki van szűrve nálam, de az biztos, hogy kikapcsoltam a szűrést, és egyből ment, tehát egyértelműen emiatt volt. Aha. Valamint keresztül ment. Váratlan országokban lehetnek a szervereik. Aha, akkor valamelyik váratlan ország pont belekerült a egyébként ennek az előadásnak egy, és tényleg akkor zárjuk le, csak azt akartam mondani, hogy ennek a konkrét előadásnak volt egy olyan része, ahol a Telegramot állítottam szembe a szignállal azzal kapcsolatban, hogy mennyire szubjektíven gondolkodunk valaminek a biztonságáról. És ugye például az, hogy a Telegram az Oroszországból megy, ez is ugye egy előítélet, vagy tehát egy képből származik. Yeah. Oké, okay. Na, akkor köszönöm szépen, és találkozunk még egy másik témában, ami szerintem mindenkit fog érdekelni. Sziasztok! Jó éjszakát! Sziasztok! Hello! Hello! Hello.